Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk. No, hát ezzel a zenével meg is ágyaztunk következő témánknak, a szószoros és átvitt értelmében ágyaztunk meg, hiszen az ember-robot párkapcsolatokról fogunk beszélgetni Rab Árpád trendkutatóval, jövőkutatóval, a Corvinus Egyetem docensével. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Szép jó reggelt, sziasztok! Figyelj, én megelőlegzem, feltettük ugyan a kérdésünket a Viber közösségünkbe, hogy bonyolódna-e ön érzelmi és vagy intim kapcsolatban egy robottal. Ez olyan, hogy most nagy nyilvánosság előtt megkérdeznénk bárkit, hogy szokott-e felnőtt filmeket nézni. Arra mindenki azt mondja, hogy dehogy is. És ismeri-e ön a plasztikból készült társakat, ugye szintén egy nemmel, hát 95% nemet mondott erre, nem véletlenül, de szerintem ezek az emberek nem tudják, hogy már valamiféle érzelmi kapcsolatban bizony bonyolodtak algoritmussal, robottal. Érzelmivel? Hát szerintem igen. Árpi, mit gondolsz? Hát hogyha a chatbot felidegesít engem az érzelmi kapcsolat, akkor végül is kétségkívül így van, hogy bonyolodtunk érzelmi kapcsolatba. Igen, nagyon jó az észrevétel, mert hát azért, nem tudom, 7-8 féle alapérzelmet különböztetünk meg. Hát most nem akarok arról beszélni, hogy mennyi simogatjuk az okostelefonunkat, és hát végig is abban is mesterséges intelligencia van, mert tudom, hogy ezzel csak idegesíteném az embereket. De ez egyébként fontos probléma annyiban, hogy jó elgondolkodni rajta, amivel én most nagyon sokat foglalkozom, ez az érzelmi mesterséges intelligenciák fejlesztése, mert hogy egészségügyi alkalmazások lesznek az elsődleges területein ennek, de nyilván az üzlet is. Most mondok egy példát, összesen nem tudom, 1,6 milliárd idős lesz a Földön 2050-re, viszont nem lesz elég egészségügyi ember, aki foglalkozzon velük, és akkor ki fog beszélgetni vele, ki fog gyerekekre vigyázni velük, beszélgetni, stb. Úgyhogy az, hogy felismerje az érzelmeket, vagy hogy kezelje azt, vagy hogy a gépnek legyenek érzelmei, ezt nagyon sokan fejlesztik, és minél összetettebben fog reagálni, lehet, hogy meg fog változni az erre a kérdésre adott válasz a hallgatóság körében is. De ez a legnagyobb visszatartó erő is. Én talán pont veled beszéltük, de egyébként megolvastam is erről, hogy egy autógyárban egy robotot, amikor ott szerel mellettem hegeszt, és nem is ember kinézetű, azt jobban el tudja fogadni egy ember, mint egy ilyen kis robotot, aki odajön, pislog, mosolyog, és megsimogatja a hátamat, hogy nyugalom, Szabó bácsi, nem lesz semmi baj. Mert hogy még ez fejletlen az a technológia, nem annyira emberszerű, hanem gép, és ami meg gép, és kedves, és emberszerű, az meg olyan diszonáns érzeteket kelt. Igen, de ez már is egy jó kérdés, hogy azt akarjuk, hogy teljesen emberszerű legyen, vagy azt, hogy robotszerű maradjon, de okos legyen és reagáljon az én érzelmeimre. Tehát ez két oldalú. Az egyik az, hogy a robot legyen érzelmes, és nem tudom, meghatódjon az én szép dumántól, és szerelmes legyen belém, az ugye mondjuk úgy, hogy távoli cél, és nem is az enyém. De a másik az, hogy rájöjjön, hogy én hogy érzem magam, és mondjuk úgy tanítson, vagy úgy vigyázzon rám, vagy akár úgy adjon el nekem tárgyakat. Ez két különböző út, de az, hogy engem ez azért izgat, mert engem az emberek izgatnak. És ilyenkor végig is azt próbáljuk leprogramozni, hogy tényleg hogy állunk egymáshoz. Ugye a testbeszéd, sokkal többet mondunk el a testünkkel, mint a szavainkkal sokszor. Az utóbbi évtizedben jobban közeledtünk mi a robotok gondolkodásához, mint a robotok a mi gondolkodásunkhoz. De ez változni fog, és ezt jó kitörpölni, hogy működne ez jól, mit szeretnénk. Azt mondtad, hogyha robotszerű és robotosan viselkedik, akkor oké, akkor segítsen. Ha emberszerű, akkor miért zavar, ugye, az antropomorfizmus miatt, de hogy lehet, hogy akkor nem kell annak lennie, bár ugye... De szituáció függő, nem? Mert hogy ha belegondolsz abba, hogy a társnak a jelenléte az mennyire fontos bizonyos helyzetekben, a legegyszerűbb példa, ami eszembe jut erről, a számkivetett, amikor a Mr. Wilsonnal kellett, hogy beszéljen, kellett, hogy beírja, mint társal. Uh-huh.
És ugye ott egy egyszerű labdáról van szó, de majdnem a végén saját életét is feláldozta a labdának a megmentéséért. Igen, ott kialakult egy jó kis érzelmi kötődés, bár az őrület enyhe csillanása is megfigyelhető. Hát nyilvánvaló, persze, de hát akkor is, tehát egy olyan helyzetben, egy extrém helyzetben volt, de neki szüksége volt egy társra. Igen, és pont erről beszélek, hogy például az egészségügyben bizonyos helyzetekben szükség lehet egy társra. Tehát, hogy könnyű azt mondani, hogy ne legyen. És félreértés ne essék, nem az emberi ápolókat, vagy a barátokat, vagy a családot akarom lecserélni. De az, hogy 24 órán keresztül ott legyen veled valaki, aki tud reagálni az alapvető érzelmeidre, és emiatt jobban működtök együtt, ez viszont egy valós kihívás. És egyébként nem állnak jól. Tehát én végignéztem a szakirodalmat, bocsánat, csak annyi, hogy a testbeszéd felismerése, sőt, hőkamerákat is lehet szerelni beléjük, és azon kívül az arckifejezések, hogy a 70%-ban tudják belőni az érzelmeinket, az a 7-8 alapérzelme. Ennél nem lesz nagyon jobb. Uh-huh. A helyzet és a vonal másik véglete, pedig ezek az intim kapcsolatra kifejlesztett robotok. Igen, de itt meg egy ipar van. Ott meg nagyon-nagyon élethűvé próbálják, és ott is előre beprogramozott reakciók vannak, ott is a bőrétől kezdve a pislogásáig, ott meg a másik irányba mennek el, hogy minél élethűbb legyen, minél megértőbb legyen. Minél élethűbb legyen, de mégis lehessen tudni, hogy az egy robot, hogy nem egy emberi személy. Hát azt nem tudom, hogy és itt a másik oldalon pedig egy nagy ipar van mögötte, amiben viszont ömlik a pénz. Így van, ez az irány, mondjuk úgy, hogy felnőtt társak. félelmetesen jó minőségű, hogy mondjam, bőröket, vagy hát ott ugye a reakciók, az emberi test mozgékonysága azért mindig egy fura szituáció, ami kellemes együttműködéseket tud okozni, de ezt egy robottal nehéz ezt mulán. Ott nem az a cél, hogy azt hitt, hogy robot, ott az a cél, hogy olyan legyen, mintha nem lenne az. Uh-huh. És ezt verbálisan jól meg lehet erősíteni, tehát az IQ-ja jó, beszélget veled, tud rád reagálni, stb. Ugye a gépekben az a jó, hogy mindig azt csinálja, amit szeretnél, és akkor áll rendelkezésedre, amikor szeretnéd, és ez nagy vonderű. Igen, így értettem azt, hogy a robot legyen, tehát hogy meglegyen ez a fölé és alárendelt viszony, itt valószínűleg ez egy nagyon vonzó része ennek a dolognak. Igen, ennél a piacnál egyébként azt látjuk, hogy nagyon növekszik. Szép a története, hogy miért itt ott fogják használni, igazából a társkapcsolatok miatt növekszik. Kevesen használják, viszont ők iszonyúan kötődnek érzelmileg. Ott nagyon erős kötődések alakulnak ki, amire most persze rá lehet vágni, hogy hát... Ezek de hülyék, igen. Igen. Hát igen, de ez egy trend akkor is. Tehát amikor egy ember szerelmes egy idorúba, egy hologram japán színésznőbe, oké, amikor 1 millió, akkor valamit kezdeni kell vele, hogy itt történik valami, amire valahogy reagálni érdemes. Szerintem ezek a nem olyan távoli dolgok. Azért nem távoli dolgok, mert igazából az IQ megvan hozzá, hogy gyűjtjük be az adatokat, és nagyon érdekes ezt olvasni és látni, meg fejlesztés során ez a dolgozni, hogy tényleg mi az, amire pozitívan reagálok. Kétdimenziós térben tök jól tudunk dolgozni, most mondok egy példát, amikor a mondjuk használnék társkeresőt, és az alapján jól beprofilozzák, hogy mi a kedvenc hölgyem, és majd nyilván a neten az olyan arcú hölgy fogja nekem előni a dolgokat, és meg fogom venni. Tehát, hogy ez is végig is egy érzelmi reakció, egy algoritmusa. Na de figyelj, ez veszélyes trend? Ezt azért kérdezem, mert hogy ugye mindannyian, akik voltunk párkapcsolatban, tudják, hogy a párkapcsolat az nagyon bonyolult dolog, nagyon munkás dolog. És azért lehet látni pont az általad emlékeztetett Japánban olyan szinten, hogy már a férfiak és a nők nem is akarnak egymással találkozni sem. Tehát nem fog ez egy ilyen nagyon csábító opcióvá válni szerinted, hogy hát végül is van egy robotom, ha rossz kedvű vagyok, mélyen megértő, tehát hogy olyan társat választok, amilyen talán nincs is. Én szerintem ez így ebben a formában nem. Az, hogy a digitális kultúra eltávolít minket egymástól, és hogy nagyon sokat más térben kommunikálunk, emiatt rosszabbak is vagyunk például a face-to-face kommunikációban, testbeszédben. Vagy az, hogy legyen egy érzelmi pótlékom,
van egy ilyen trend, de nem hiszem, hogy ez jelentene problémát. Sokkal inkább más gondok okozhatják akár ezeket a eltávolodásokat a klímaváltozástól kezdve a közlekedés nehézségén át az élményiparon. Tehát, hogy egyszerűen elkezdenek unalmasak lenni az emberek ahelyett, amit kapok az üzleti szférától. Árpi, nekem az a véleményem, hogy nagyon sok sci-fi szerző, forgatókönyvíró feldolgozta ezt a témát, rengeteg ilyennel találkozni. Ugye maguk a mesterséges intelligencia idolok már William Gibsonnál megjelentek, akkor rengeteg film foglalkozott azzal. A szárnyas fejvadászban ugye szerelmesén konkrétó az ember az androidban. Akkor itt van ez a Her című film, ugye a nő magyarul, amiben Joaquin Phoenix konkrétan az operációs rendszerbe szeret bele. Oké, Scarlett Johansson a hangja. Akkor nézzük meg például ez segít egy kicsit. Nézzük meg például az Ex Machina című igen. filmet a Netflixen meg lehet nézni. Vagy ott hát is itt vagy itt a Farkasok gyermeke, ami ahol androidok nevelnek. Tehát, hogy feszegeti gyerekeket. A filmipar ezt a témát. Igen, a filmipar ugye feszegeti, én ennél egy unalmasabb szintnél vagyok. Én azon vagyok, hogy mondjuk enyhe autista gyerekeket úgy egy olyan óvónőm elé egy olyan robotot tenni, hogy a robot nem unja meg 4000-szer ugyanazon a hangszínen mondani, viszont egy másik gyereket meg ezzel őrületbe lehet kergetni. Vagy az, hogy például nyugalmat szeretnék mondjuk robot, most ilyen robotzsaruk lesznek az utcán, és akkor tudják megkülönböztetni azt, hogy most egy kisgyerek játszik és fut felé és ordibálja egy támadás, és milyen jó lenne, ha őt nem lőné le. De lehet, hogy a másik meg sírű csöndbe megy felé, de hallott sápatra van fehéredve, mert itt van, ami terrorakcióra készül. Tehát, hogy ilyeneknek a felmérése izgi, csak az az igazság, hogy akkor lesz az igazán jó, amikor az emberen túlérzékszerveket betesztük, például a hőkamerás érzékelést, vagy hát 2050-re úgyis tele leszünk testre erősített szenzorokkal, és akkor azoknak az adataival. Csak hát az úgy. De közben dolgoznak ezen a úgynevezett emocionális gépi intelligencián is erősen, és bár ugye ez a felismerés, ez még nem tartott, de annyi adatot gyűjt, tehát annyival hatványozottan több adatot gyűjt be mindenkiről mondjuk egy algoritmus, vagy annyit lehet programozni bele, vagy annyival lehet megismertetni, hogy előbb-utóbb nagyon sok adata lesz arról, hogy mi mit csinálunk és hogyan. Én csak azért hoztam be a filmipart, mert hogy mintha mindig egy picit előrébb lennének. Tehát ez a japán szituáció megvalósult, ami a 80-as években a William Gibson könyvekben még csak egy ilyen, hát egy ilyen sci-fi volt. Igen, a másodlagos adatok ekkor válnak igazán izgivé. Tehát eddig mondjuk néztem, hogy milyen számokat hallgat, ajánlórendszerrel kicsit manipuláltam, örül. De most már az sem mindegy, hogy hánykor hallgatja azt a számot, az sem mindegy, hogy föltekerje közben a hangerőt, az sem mindegy, hogy véghallgatja, az sem mindegy, hogy mondjuk 40-szer egymás után meghallgatja, és közben sóhajtozik. Ezekből egy csomó mindent ki lehet hozni. Más kérdés, hogy itt már nem is privacy-ről beszélünk, hanem már mélyen az emberi lélekben kutakodunk. De most mondok egy másik példát. Hogyha egy pici empátiával nem sokkal rendelkezik a gép, mondjuk dolgozok vele egész nap, és egyszer azt mondja, hogy figyelj, nem akarod ezt a számot meghallgatni, de amúgy nekem mondjuk könyvelésszámot, az iszonyú nagyon-nagyon erős együttműködés jelent a gép között. Elég annyi, vagy a másik. Azt látjuk az adatokból, hogy szeretik az emberek, hogyha a robotok néha hibáznak. Mert akkor könnyebben meg tudnak nekik bocsátani, és könnyebben el tudják fogadni. A tökéletesség ugye idegesít minket. És akkor ez is egy ilyen izgi, hogy mondjuk egy HR szoftverbe milyen hibát csempészek bele szándékosan, és azt mikor süssem el, hogy jobb kedve derítsem a használóját. Oké. Okay. Ez tényleg pszichológia. Tehát... Én be vagyok egy kicsit döbbenve, és azért hallgattam az elmúlt percekben. Nem. Én azt hittem, hogy egy kicsit ilyen, hogy mondjam, sötétebb képet festesz a robotokról valamiért, mert én azt gondolnám, hogy ez így, ebbe így belehúzódunk nagyon. Egy tökéletes emberi lényt lehet létrehozni a technológia fejlődése, nem emberi lényt, egy tökéletes gépet lehet létrehozni a technika fejlődésével. A mesterséges intelligencia fejlesztése eljuthat egy szuper agyig, ami meg a szenzorok fejlődése, amivel egy
amivel tényleg egy olyan, tényleg olyan gépeket lehet előállítani, gondolom én, lehet, hogy rosszul, amik tökéletesek, akkor megint itt tartunk, hogy akkor mi szükség az emberre? És akkor már átmentünk egy másik beszélgetésre. Az András megvan ilyen. Minek csajozzak én, és minek próbálják emberi lények közül párt, vagy társat találni, mikor megveszek egy terméket, azt leprogramozom olyannak, amilyenre én szeretném, és akkor nincs konfliktus, ha megunom, akkor lecserélem a legújabb modellre, és ennyi. Hát ez is messze vezet, most így hirtelen azt azért, hogy biztos hosszú ideig kitartaná le egy olyan pár mellett, akit leprogramoztál, és nincs valódi önálló akarata, de ez már ilyen morálfilozófia, meg a transzhumanizmus felé elv is, a többi. Én csak azt akarom itt mondani, hogy nem az a célunk, hogy létrehozzunk végtelen mennyiségű új embert, tökéletes embert. Emberből pont sok van. Az a célunk, hogy létrehozzunk olyan segítőket, akiknek mivel emberek vagyunk, valamilyen érzelmi rész, de nem 100%-os bármi, szükséges ahhoz, hogy sokkal jobban működjön. Uh-huh. Oké, ezt a témát szerintem folytatni fogjuk, akár az iparági, akár a transzhumanista vonalát jobban ki kell bontani, vagy a pszichológiait is. Most reménykedjünk, hogy András hazamer menni ezután a beszélgetés után. Milyen? Miután a leprogramozható barátnőről álmodozott itt. Álmodoztam, egy felfessettem egy... Úgyhogy... Endre, ez egy rádiós műsor, nem a való életed, a jó ég áldjon már meg. Árpi, neked nagyon szépen köszönjük. Egyszer a stúdió előtt megvállalt titeket, és azt mondom, hogy sziasztok, én már robot vagyok, és nagyon beszélgetek. Ne, beláthatatlan következményei lennének. Köszönjük szépen, innen folytatjuk. Köszönjük, Árpi. Köszi, sziasztok. Rab Árpád, trendkutató, jövőkutató, a Corvinus Egyetem docense volt beszélgető partnerünk. Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd. Na nézzük közösségünk, Viber közösségünk, mit szól a felvetés, ez így búcsúzóul. Ugye azt a kérdést tettük fel, idézem, hogy bonyolódna-e ön érzelmi és vagy intim kapcsolatban egy robottal? 88% azt mondja, hogy nem. Jó, hát még, majd még gondolkodnak rajta, igen. És nő az igenek száma 11%. Ugye itt ez így túl szerintem sarkos, de az a lényeg, hogy elgondolkodtató beszélgetésünk volt itt teórikaélmény robotunkban, és tök sok jó szempontot mondott Rab Árpád, ami azért megváltoztatja, hogy nem ennyire fekete-fehér ez a dolog. Igen. Na, köszönjük a figyelmet, maradjatok velünk, itt jönnek a hírek Taribolyával, aztán utána egy csomó zene, Jazzy Lexikon, holnap 6.30-tól élőben ismét Millás reggeli, addig is a millásreggeli.hu-n, Spotify oldalunkon, a YouTube csatornánkon, a Viber közösségünkbe megtalálhatóak vagyunk, csak úgy, mint a Facebookon. Köszönjük szépen! Köszönjük, sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert...